Ha szeretnéd a kedvenc játékaidat olcsóbban megvásárolni, akkor látogass el a G2A.com oldalára, link a leírásban. Sziasztok! üdvözlöm mindenkit a legújabb Forza Horizon 4-es videómban. Ma azt terveztem, megveszem azt az autót, ami a valóságban is a kedvenc autóm, és azt fogjuk kifullozni. Tehát el az az Autosalomba, és vissza is váltunk szépen a Volkswagenre. Szóval nekem alapvetően kettő darab ilyen kedvenc autóm van. Az egyik a Golf 7-es Type R. A másik pedig a Golf 4 R32. Mindkettő ritka autó, mindkettő szívemhez nőtt. Amúgy látok rá esélyt, hogy mindkettőt megvesszük, mert hogy nem kerülnek túl sok kreditbe. És hát ugye mivel élvezni is szeretném a játékot, ezért szeretném, hogyha olyan autók vennének körül, amiket nagyon szívesen használok. Jó, először legyen a Golf 4, szerintem. Már most nagyon-nagyon jól néz ki. Minden fekete. Ez az igazi. Lehet, hogy alakítunk rajta, mert ez a motorház nem igazán tetszett. De most megvesszük, lesz egy Golf 4-ünk. Ú, de nagyon szép, imádom, imádom ezt az autót egyébként. És akkor most megnézzük azt, hogy alapvetően mit megy ez az R32 es Na, és akkor szerintem mehet egy padló. Aha, uh, de lassan vált. Jujujujuj, de lassan vált. Jó, ez, ez fájdalmas amúgy, tehát hogy, hogy ez most egy kicsit így fájdalmas a szívemnek. Még nem a legjobb, ez 1032, de így étek el, ki fogjuk fullozni, és jó lesz. Aztán pedig megveszünk majd a 7 golfot, és azt is ülni ki fogjuk próbálni, és maxosra tuningolni. Ja, hát a színezést amúgy hagyom így egyelőre, azzal most nem akarok foglalkozni, csak is kizárólag a tuninggal. Fejlesztés és tuning, és hát igazából egy ilyen eredményt tudtunk elérni. Hát sajnos nem sok, tehát, hogy, hogy ez tényleg a, a fullas tuning mindenből, és mégsem sikerült túl nagyot pakolni rá. De hát akkor nézzük meg, hogy mit megy ezzel a tuninggal. Ö, így néz ki, ez a spoiler nyilván eléggé undorító, de sajnos csak így tudtam kihozni belőle teljesen a maximumot. Úgyhogy kimegyünk szépen az útra. Aztán megpróbálunk nyomni vele egy, egy szép padlót. Jó, ezt a spoilert amúgy majd kicserélem, mert ez, ez, tényleg undi. De, de most tényleg a, a fullos tuningot akartam megnézni. Na, nyomjuk neki! Miért vált ilyen lassan? Eltelik kb. fél másodperc a váltás között. Jó, hát forzában úgy látom, hogy nem, nem ez lesz a kedvenc autóm. Nem egy erős darab. Azt azért így valljuk be. 200-ig nem tudunk fölmenni vele, jó lehet, hogy a hegy miatt egyébként, vagy hát hegy, hát ez, ez, ez max egy domb amúgy. Ez nem is mondanám hegynek. Amúgy az intulás nem rossz. Esetleg amúgy a 200-at meg fogjuk tudni vele lőni? Nézzük. Bár most megint amúgy egy emelkedő fog jönni. Aha, sima, 200 megvan. Aha, még 6 is át tud váltani, jól van. Nem tudom, mennyi lehet a végsebesség, mert most nem akarok elkóricálni így a házamtól. Persze kinézetre jó, meg amúgy a valóságban azért jót megy, de sajnos a játékban nem igazán egy erős autó. Akkor nézzük a hetes golfot. Ez egyébként majd lehet, hogy fog versenyezni, de, de most inkább a heteset szeretném megnézni. Hát, hogyha az egy picikét jobb. Itt van. És ennek például ez a full fekete változata, az már nagyon-nagyon szuper. És akkor 50.000 hát az teljesen sima így is van, és akkor most jön a tuning. Ezzel már egy kicsikét jobb eredményt tudtunk elérni, mint éppként az előző golfal, úgyhogy nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy tényleg ez egy picit jobb lesz. Wow! Nagyon-nagyon menő. Egyszerűen imádom, tehát hogy, hogy, tényleg ez a leges, legkedvencebb autóm, és, és magamnak is szeretnék majd egy ilyet egyszer. Most ez a spoiler is amúgy tök jól néz ki rajta. Lehet, hogy sokatnak nem tetszik, de nekem most nagyon tetszik. A hangját is egyszerűen imádom. Aha, hát ő azért elég jót húz. Tehát, hogy a golfhoz képest azért nem sima. Jó, hát ezzel a 300 simán meg tudnánk menni. A kis popcornnak, -ok, de imádom. Nagyon jó, nagyon jó. Akkor ezzel most megyünk egy versenyt. Mert a négyes golfal nem nagyon akartam. Mert azt úgy láttátok, hogy nem igazán szeretett volna gyorsulni. Ját már öreg, megöregedett, de azért van benne még egy kis szuflana. Én érzem benne az erőt, csak hát nem éppen egy Forza Horizon 4-es videóhoz jó. De attól függetlenül lehet, hogy fogok vele menni. Hát igen, mondjuk ide kéne jönni, tehát euh, ez elég messze van. 11,1 km. oké, azt köszi játék. Nem baj, legalább ezzel a gól felé a vezet lesz odáig elmenni. A kanyarokat még nem néztük meg vele egyébként, de mindjárt. Amúgy nem rossz, esküszöm, hogy nem rossz. Lehet, hogy ez, ez egy main autóm lesz itt a játékban. Jó, egy picit most csúszott, na. De rá lehet fogni arra is, hogy esik az eső. Úgyhogy, igazából euh, ezt még nem tudom eldönteni, hogy most az eső miatt csúszik, vagy azért, mert alapból is csúszna. Tök király az, hogy, hogy tényleg itt a forzába nem vagy lekorlátozva a néhány autóra, mint mondjuk a Need for speed vagy valami. Hanem tényleg kedved szerint válogathatod az autókat. Azzal mész, amivel akarsz. Na figyelj, itt a 300-at simán lenyomjuk. Meg kellene nézni, hogy mennyi a végsebessége. a még mindig megyünk föl. Csak jön egy kanyar, az a baj. 3.20, meg lesz? Sima. Oké. Okay. Jön egy kisebb kanyar. Az, 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 nem akarom elrontani a sebességet. Jó, 3.30. Jó, Úristen! 3.35-öt mentünk eddig vele. Lassan odaérünk már a versenyhez egyébként. Mertem volna off is, tehát uh, simán volna, de nem akarom összetörni ezt a szépséget. De így egyébként, hogy sokkal szélesebb, tehát hogy kiszélesítettek az autót, még jobban tetszik, mint a most simán. Na, és akkor egy szép kis országúti verseny nyomjunk le. Hát lehet egyébként majd a spoilert azt leváltom, mert azért úgy mégse a legjobb, de a célnak megfelel, tehát ez most a, a teljesen fullos tuning. Esik az eső, az azért egy kis hátráltató, de hát let's go, padlogázzal elindulunk. És uh, már is a hetedik, ja nem, nem tudtuk bevenni a hetediket, várjál, várjál, hát itt előre mondtam a dolgokat. Jó, jaj egy jobbos, itt van mellettünk egy Golf, egy Audi, jól van. És a harmadik helyet azt már sikerült is, lényegében az első kanyarra bevenni, jaj, jaj, jaj. Jó, hát itt a, az esőben amúgy annyira nem jó, tehát hogy egy picit csúszkálunk vele, de megpróbáljuk azért azt az első helyet összeszedni. Így gyorsulásba azért lenyomjuk ezeket, ahogy látom, tehát így, így hozzuk be azért a, a métereket. A fékezése is elég jó, és kanyarodni is azért lehet vele. Tehát, hogy, hogy annyira nem rossz a kocsi. Mármint így a Forza Horizon szempontjából. Az ellenfél egy picit lemaradt, tehát hogy egy nagyon-nagyon minimálisan. És mert mindig nem tudom tényleg eldönteni az, hogy most csak az eső miatt csúszkálok, vagy azért, mert az autó tényleg maga is csúszkál. Jaj, ezeket nagyon nem szeretem, de most majdnem teljesen sikerült bevennem ezt a kanyart. Jó, hát a mezőny az nagyon föltorlódott, úgyhogy le kéne őket hagyni. A váltás amúgy jobb, sokkal jobb, mint a golfban, mármint a négyesben. Jó, hát azért elég ízi ez a verseny. Nyilván nem a, a profi szintre van beállítva, mert azon nem igazán tudnék semmilyen. Eredményt felmutatni, de hát megvan. Ez az első, nem tudom, hogy hány másodpercet tudtunk ráverni a többiekre. Hát egy 10 biztos, nem? Egy 5-öt maxiálja, 4-5 körül, oké. Okay. Nagyon nagyszerű, győztünk, első győzemet meg is szereztük a golfa, úgyhogy srácok, én köszönöm szépen nektek a figyelmet. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha jól egy like-kal és egy feliratkozással. Találkozunk a legközelebbi videóban, sziasztok!